Vasáros Pataki Rákóczi váradott otthont csütörtök késő délután a Borsod-Dabói Zemplén megyei önkormányzat és Sáros Patak város önkormányzatának augusztus 20-a tiszteletére rendezett közös ünnepi közgyűlésének. Az ünnepségre megtelt a várudvar a két önkormányzat vezetőivel, a testületek tagjaival, vendégekkel, érdeklődőkkel. A Magyar Koronaőrök Egyesületének díszegyenruhába öltözött tagjai ünnepélyes keretek közt vonultak be a Szent Korona mássával, és egy urnát is hoztak, amiben a kárpátaljai magyarok számára gyűjtött pénzadomány volt, amelyet az ünnepség keretében adtak át. Aros János, Sárospatak polgármestere, mint házigazda köszöntötte a vendégeket a Keresztény Magyar Állam alapítás napján. Hagyományosan Sárospatakon augusztus 20-án mindig délután 5 órától tartjuk az augusztus 20-ai ünnepségeket. Ez egy igazi társadalmi esemény itt Sárospatakon, egész nap erről szól a Szent István királyunknak az ünnepéről. Már dél környékén megkezdődnek a programok, és késő este tűzijátékkal, illetve ezt követően itt a Bodrog parton, az ország egyik legszebb szabadtéri strandjának a közelében egy koncerttel fogjuk zárni a mai napot. Augusztus 20-a szintén hagyományosan, most már 24. alkalommal a Zempléni Fesztivál programsorozatába is bekerült, hiszen itt Sárospatakon történik a nyitó koncertje a fesztiválnak és a záró koncertjének is, ez a gyönyörű Rákóczi vár ad helyszínt. Éppen ezért igyekeztünk a műsort is úgy összeállítani, hogy lehetőséget kapjanak azok a művészek, akik a itt tartózkodásuk alatt a művészetükről adnak tanulságot. A sárospatakiak nagyon szeretik őket, így a mai 20-ai ünnepségünknek sem lehetett más a művészeti része, mint az Zemplén Fesztivál művészei által adott koncert, és természetesen a sárospatakiaknak is lehetőséget adunk ilyenkor, hiszen a megye egyik legjobb, legszínvonalasabb néptánc együttese is Sárospatakon működik, a 60 éves Bodrog Néptánc Együttes. Mi az üzenete augusztus 20-ának? Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a megyei közgyűlés ünnepi közgyűlésének is mi adhattunk helyet, és hát mi más lehetne az üzenete augusztus 20-ának és minden megemlékezésnek, mint hogy a magyarság a történelmi múltja mellett jelenleg is a méltó helyét viselje a világban, és láthatjuk, hogy a magyarságnak nem csak múltja, nem csak jelene, hanem a magyarságnak jövője is kell, hogy legyen és van is. Éppen ezért Szent István király intelmei a mai napig is érvényesek. Mi más lehetne az üzenete, mint hogy fogjunk össze, szeressük egymást, tegyük szebbé a nemzetünket, és éljünk úgy, ahogy Szent István király intelmeiben intett minket. Török Dezső, a Borsod-Dabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg az ünnepi közgyűlést. Emlékeztetett rá, hogy jöhetett török, tatár, német, orosz, részekre szakadhatott az ország, de augusztus 20-án minden évben megünnepeltük országalapító királyunkat. Hiszek benne, hogy Magyarországnak nem csak múltja és jelene van, hanem jövője is lesz. Célunk nem lehet más, mint István király intelmeit megfogadva, a kor szellemének megfelelően értelmezve modern és európai Magyarországot építsünk. Augusztus 20-ának két üzenete van. Az egyik mindenféleképpen az összetartozás, a másik pedig az új kenyér ünnepe. Mostanra végeznek a mezőgazdaságban, learatják azt a búzát, amit még tavaly vetettek el. Az ünnepi kenyér az mindig egy jeles szín volt az asztalon, és azt tudjuk, hogy nagyon sok munka van a kenyér elkészítésével. A legfőbb erőnk az összetartás, az összefogás, együtt többre vihetjük. És azt kell, hogy mondjam, mint ahogy az ünnepi beszédemben is mondtam, István királyunk palástja alatt mindenkinek van helye, határon túl, határon innen élőknek, mindenkinek itt a helye Magyarországon. Majd dr. Répási Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára mondott ünnepi beszédet. Elismerően szólt Sárospatak történelméről, majd kitért arra, hogy Szent István napja a legrégebbi ünnepünk, amelyet az aranybulla emelt törvényerőre. Leginkább egyébként a Szent István intelmek közül a legerősebben a hit, a keresztény hit megtartása jelenik meg, hiszen Szent István az első katolikus keresztény uralkodó volt, a katolikus keresztény hitre szólította a híveit, de ezen kívül számos olyan intelme van, amit megfogadhatunk ebben a korban, hiszen például az ország nagyobbítására, gyarapítására vonatkozó intelem az mindannyiunk számára egy irányadó lehet, hiszen szükség van arra, hogy az ország mind állampolgárainak számában, mind az állampolgárok jólétében, az állampolgárok gyarapodásában fejlődjön.
Tehát ez az intelem talán a legerősebb, amit itt a mai ünnepen a hallgatóság figyelmébe ajánlottam. A beszédeket követően a régi hagyományoknak megfelelően a történelmi egyházak jelenlévő képviselői megáldották az új kenyeret, amelyből néptáncos lányok kínáltak kóstolót a vendégeknek. Az ünnepi közgyűlés keretében kitüntető díjakat adtak át, melyeket a település polgármestere adott át. Az ünnepség keretében nagyszerű műsort adott a budafoki Donányi Zenekar Kamara Együttes, Meggyesi Schwarz Lúcia operaénekes és a helyi Bodrog Néptánc Együttes. A közgyűlést követő kocintáson dr. Hörcsik Rihárd, Sárospatak korábbi polgármestere, a térség országgyűlési képviselője mondott pohárköszöntőt, méltatta a nap és az ünnep jelentőségét. Reményét fejezte ki, hogy Sárospataknak nem csak múltja, jelene, hanem jövője is lesz.